Az Express One Hungary Kft. Az Magyarországon az egyik vezető futárszolgálat, csomaglogisztikai szolgáltató. A csomaglogisztikai piacon a harmadik pozícióban vagyunk jelenleg. Naponta 60 és 150 ezer csomag között kezelünk le itt a központi elosztónkban, ahol kiépítésre került ez a wifi hálózat. A cég egyébként 1997-ben alakult, 26. éve vagyunk jelen a magyar piacon. Futárjaink, illetve a depóhálózatunkról, hogyha pár szót megengedtek, akkor egy központi elosztóval dolgozunk itt Budapesten, és 40 vidéki depó az, amely kiszolgálja a feladó, illetve címzeti igényeket. A hálózatunkban közel 100 darab gerincjárati teherautó, ezek kamionméretű autókat kell elképzelni, dolgozik, és 650-700 futárral dolgozunk egy átlagos munkanapon. Ez a kiemelt időszakban felugorhat akár 1000-1100 futárkörre is. Az Express One Hungary Kft.-nek a fő piaca egyébként a belföldi piac, tehát itt Magyarország területén garantált időn belül, 24 órán belül végzünk csomagszállítást. Ezen felül természetesen Európa szinte összes országa elérhető általunk, akár 48-72 órán belül Németországot, Franciaországot is ki tudjuk szolgálni, legtávolabbi destinációk pedig Spanyolország, illetve Portugália. 4-5 napos tranzitidővel közúton tudunk küldeményeket szállítani. Nagyon szeretjük az innovációt a cégen belül, és ehhez minden támogatást megkapunk az informatikai csapatunktól. Nagyon-nagyon magas és fejlett informatika áll az egész logisztikai hálózat mögött. Ennek segítségével tudunk nagyon rugalmasan válaszolni azonnal a feladói igényekre, és így tudjuk a legmagasabb színvonalon kiszolgálni az ügyfeleinket. Többek között az intralogisztikai, raktári informatikai folyamataink is nagyon magas szinten állnak, és ehhez van szükség arra, hogy egy nagyon jó minőségű és stabil wifi hálózat rendelkezésünkre álljon. Az előző wifi infrastruktúránk már közel volt az avultsági határához, nyilván megelőzzük a működési problémákat, ennek megfelelően váltottunk egy újabb, illetve kerestünk egy újabb megoldást. Ebből a Cambiumra esett a választás, miután azzal az információval rendelkeztünk, hogy a raktári környezetben ez a márka, ezek az eszközök képesek jól teljesíteni, miután itt azért a nagy belmagasság adott helyzetben a különböző zavaró tényezők, fémszerkezetek azért nagyban befolyásolják a működést, és ezért a Cambium volt az egyik választásunk, és a teszteken is jól teljesített, úgyhogy ezért úgy döntöttünk, hogy ő lesz, aki ez a típus lesz az, amit cserélünk. A Cambium Networks szakmai találkozókon, illetve az Access Point részéről is én a videós anyagokból láttam és értesültem az eszközről, a márkáról, képességeiről, illetve olvastam a témában is azért elég sokszor, és eddig kifejezetten pozitív véleményekkel találkoztam csak, mint szakmai barátok és kapcsolatokon keresztül, mint pedig a média oldaláról, tehát internetről, cikkekből. A jelenlegi rendszer az 2023. áprilisában került kiépítésre, azóta folyamatosan zavartalan működést produkál. A wifi hálózat két fő területe az irodai, illetve a raktári folyamatok támogatása. Ebből a raktári környezetben kézi eszközökkel való munkavégzést támogat elsősorban. Ugye ezeknél a munkavégzéseknél nagyon fontos, hogy folyamatos rendelkezésre állást biztosítsunk, és mindenhol a lefedettség maximális legyen, hogy a kollégák tudják végezni a csomagok szortírozásában a munkájukat. Ezen felül pedig nyilván az irodai környezetben szükség esetén egy tárgyaláshoz kell támogassa a laptopos kollégákat, alkalmasint telefonos eszközök kapcsolódnak rá, néhány tablet is. Irodai környezetben 100-150-200 darab számítógépet szolgál ki, valamint ugye a telefonokat. Raktári környezetben pedig több száz kézi eszközt szolgál ki, köztük ugye a futáreszközöket is. Jelenleg 22 access point működik. Ezeknek a többsége a raktárban található, XVE2-es Cambium AP-k vannak. A raktári környezetben 8500 négyzetméteren van lefedettsége a wifi eszközöknek. A lefedett terület a mérés alapján túl van a 90%-on, inkább 98%-on, tehát komolyabb beton szerkezetek körül, illetve lépcsőházakban esetleg
ott van jelcsökkenés, de ott is minimális. Eddig kiválóan teljesítenek az eszközök. Egy eszköznél volt kisebb üzemzamar, ami, mint kiderült, kábel hiba miatt fügyött elő, tehát az eszközt kifejezetten nem érintette. A gyártó felé jeleztem egy észrevételt az eszközök frissítésével kapcsolatban, mivel a frissítéskor, a tömeges frissítésnél egyszer indította újra az eszközöket. Ebben én láttam kockázatot, hisz hogyha az újraindítás után lép föl bármilyen működési probléma, akkor ugye a teljes flotta kidőlhet. Ezt jeleztem, ebben a gyártó készséges volt, és nagyon gyorsan, egy-két napon belül reagáltak megoldással, illetve, hogyha olyan téma volt, más témában is fordultam hozzájuk, éreztem azt, hogy nem engedik el a kezemet, tehát folyamatosan ebben a problémában rendelkezésre állnak. A felhővel sokan szkeptikusak, én ilyen tekintetben sokkal nyitottabb vagyok, a felhő kontrollerrel kapcsolatban eddig nagyon pozitív rendelkezésre állásban is, kezelhetőségben is, rendszeresen frissítik, látni, hogy kerülnek be az újabb és újabb funkciók a kontrollerbe. Tervezéskor én is on-prem megoldást preferáltam első körben, de adtam esélyt a felhős megoldásnak, hisz a kialakítása lényegesen gyorsabban megvalósítható, és legrosszabb, úgy voltam vele, hogy legrosszabb esetben on-prem megoldásra váltunk, ezt bele lehetett kalkulálni. Összességében elégedettek vagyunk a felhős megoldással, üzemzavar nem volt, és ez a legfontosabb, így nem is gondolkodunk on-prem megoldásban jelenleg. A rendszer eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a raktári környezetben stabil működést és sokkal jobb lefedettséget és válaszidőt produkált, mint az előző környezet. Irodai környezetben nincsenek panaszok, tehát a különböző tárgyalások, Teams meetingek, is azt a teljesítményt hozta, amit elvártunk tőle. A rendszer képítése óta nagyon jók a visszajelzések kollégák részéről is, raktári környezetben is. Abszolút ezt meg tudom erősíteni, hiszen azért nagyon sok olyan online kommunikációnk volt, ami a régi rendszernél, a régi rendszer esetében voltak megszakadások, kihagyások, stb. Tehát abszolút mi is azt tapasztaljuk, mind a felső vezetői csapat, mind azok a kollégák, akik rendszeresen vesznek részt mondjuk online meetingeken, hogy megszűntek azok a zavaró jellegű problémák, amik a régi elavult rendszer hibájából adódtak. Úgyhogy abszolút mi is elégedettek vagyunk. A rendszer bővítésénél, miután a lefedettség 98%-os, ezért inkább a redundancia irányába lenne értelme bővíteni. Mi tekintve, hogy az eszközök raktári környezetben meglehetősen magasan vannak, nem lehet ripsz-ropsz hozzáférni. Tehát plusz eszközök kiépítésével, hogyha egy eszköz esetleg meghibásodna, lehet biztosítani a folyamatos működést, és épületkarbantartáskor pedig a meghibásodott eszközt cserélni. A kiépítést megelőzte egy felmérés, amelyben kértük az Access Point segítségét. Egyszer, mint láttuk az előző rendszernek a képességeit, milyen jelerősséggel, milyen zajszinttel működik, valamint ugye az épületnek a felépítéséből adódó zavaró tényezőket is belekalkulálhattuk így a kiépítésbe, a tervezésbe. Ezt ugye követte egy kialakítási terv, amit kaptunk, ahol részletesen be volt mutatva, hogy mely pontokra kell elhelyezzük az eszközöket, ezek várhatóan milyen jelszintet, zajszintet és milyen redundanciát fognak nekünk biztosítani. Ezt követte az eszközök konfigurációja, ahol a felhős kontroller segítségével ugye tömegesen tudtuk az eszközöket konfigurálni, illetve a kiépítés előtt közvetlenül megindítottuk őket, hogy azért szinkronba jöjjenek a felhővel, egy sem tapasztaltunk semmilyen problémát, így át tudtuk adni a kábeles csapatnak a kiépítésre az eszközöket, kiépítették, és utána a rendszer zavartalanul tervezetten megindult. Egyedül egy dolog maradt ki ebből a folyamatból, az utólagos tesztelés, hogy azokat az értékeket adja vissza működés közben a rendszer, amit terveztünk, amit az előzetes tervezés fölvázolt. A rendszer április óta működik, a rendszerünk év végén egy nagyobb terhelést kell kezeljen, úgyhogy ebben a terhelésben még vizsgáznia kell a rendszerben, de bizakodóak vagyunk. Abszolút, hiszen tudjuk, hogy egy futárszolgálat életében a Black Friday-t követő időszak egészen karácsonyig, ez egy kiemelt időszak, nagyon-nagyon sok futár, nagyon-nagyon sok ad hoc futár érkezik a logisztikai hálózatba,
akik mind-mind a saját eszközeikkel kapcsolódhatnak fel erre a hálózatra, amely esetünkben akár azt is jelenti, hogy 50-60%-kal is több eszköz fogja használni a hálózatot. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy fog vizsgázni a rendszer ebben az időszakban is, de ahogy Marcel kollégám elmondta, nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk.